Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. A Fiú és Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a veletek. Hadd örvendjen szívem, hogy megszabadítasz, éneklek majd neked, Uram, mert gondomat viseled. Szent misét Szűzanya szeplőtelen szívéről imádkozzuk, az ő szándékaira, engesztelésére ajánljuk fel. Imádkozzunk különösen magyar hazánkért, imádkozzunk a békéjér is. Most vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és neked esélyeim, hogy sokszor és sokat érkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én végem, igen a végem, élem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Yeah.
könyörögjünk. Istenünk, te a boldogságos Szűz Mária szívében méltó hajlékot készítettél a Szentlélek számára. Add jóságosan, hogy a Szent Szűz közben járására dicsőséget templomává lehessünk, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön, örökké. Amen. Olvasmány Sírák fia könyvéből. Mint virágzó szőlőtő, édes illatot árasztok. Virágomból pompás dúsgyümölcs terem. Anyja vagyok a szép szeretetnek, az Isten félelemnek, a hitnek és a szent reménynek. Bennem megtaláljátok bőségesen az igaz élet és a helyes életfelfogás kegyelmét. Nálam reménységet nyertek az életre és minden erényre. Jöjjetek hozzám, akik utánam vágyakoztok, és teljetek el gyümölcseimmel. A gondolat, mely velem foglalkozik, édes, mint a méz. Annak boldogsága, aki magáénak mondhat, édesebb a lépes méznél. Emlékezik majd rám minden nemzedék, aki egyszer megízlelt, annál inkább kíván. Aki merített belőlem, mind jobban szomjazik utánam. Aki rám hallgat, meg nem szégyenül. Aki akaratom szerint cselekszik, a bűntől megmenekül. Aki bölcsességem fényét másokkal megismerteti, elnyeri az örök életet. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hálom. Áldjon lelkem, Mária, üdvözítők szent anyját. Áldjon lelkem, Mária. Megdobban a szívem ünnepi örömtől, énekemet a királynak zengem. Kedvesség ömlik el ajkadon, azért az Isten megáldott örökre. Az Úr legyen veletek. Istenem. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben, amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújjongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Erre Mária így szólt: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus!
Kedves katolikus hívek, kedves zarándokok, bizonnyal ismerik Natália nővérnek a könyvéből a következő részt. Láttam, amint a Szent Háromság tanácskozott a bűnbe merült világ sorsa felett. Angyalok és szentek az egész mennyország leborulva imádták ebben az időben. A mennyei atya szólt. A bűnbe merült világnak igazságonságom szerint el kell pusztulnia. Akkor láttam, hogy Jézus az irgalmas szeretet hozzásimult, könyörögve kért, leborult előtte, és egybefort vele, mégis külön személy volt. Atyám, a te fiad vagyok. Te rendelted, hogy meghalljak a világért, és megmutatta lángoló sebb helyeit. A mennyei atya hatalmas keze, amely immár nem atyai kéz volt, hanem súlyos, igazságos büntetőkéz, a világra nehezedett. Akkor Jézus sebes kezeit odatette a mennyei atya keze alá, és kérte, kegyelmezzél még. De az atya keze csak nyomta lefelé Jézus ragyogó, sebekkel ékes kezét. Nem lehet, fiam, már a bűn kiált fel hozzám pusztulásért. Rettenetes volt, mert úgy tűnt, az igazság győz az irgalmas szeretet felett. Akkor Jézus a szűzanya felé tekintett, és így kiáltott. Szeretlen anyám, jöjj, segíts a mennyei atya büntető kezét fenntartani, az én kezem kevés. A szűzanya Jézus keze alá tette a tenyerét, a mennyei atya felemelte az igazságosság kezét, és így szólt, fiam, győz az irgalom. A bűnös világ kegyelmet nyer a szeplőtelen Isten anya könyörgésére. A világ megmentését a szűzanyára bízzuk. Ezért felruházzuk őt királynői hatalommal. Kedves hívek! Szentmisének az olvasmánya bőségesen feltárta mindazokat a gyümölcsöket, amelyeket a boldogságos szűznek a tisztelete kínál a hívő lélek számára. Aki megismeri, még jobban kívánja. Máriát megismerni a legjobban az evangéliumból lehet, mégpedig a gyümölcsoltó boldogasszonynapi jelenetből, amikor Mária kijelenti, íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem szavait szerint. Ez Máriának a leglényegesebb mondata. Beleegyezik Isten akaratába. Elfogadja Isten akaratát mégpedig teljesen és kizárólagos módon. És amikor az egyház azt kéri, imádkozzuk gyakran az úrangyala imádságot, akkor igazából ezt a titkot, Mária igennyét beleegyező jóságát és buzgalmát akarja elénk tárni. Ennek a megtartására akar figyelmeztetni. A keresztény embernek is ugyanez a feladata. Ugyanez. Máriával együtt igent mondani a mennyei atya akaratára. Hogyan tudunk igent mondani? Mert ez fontos. Hogyan tudunk igent mondani? Az Úr Jézus eljött, és törvényt adott a világnak. Törvényt, amely az üdvösségünket szolgálja.
Aquinói Szent Tamás a törvényről ezt mondja. A törvény valamely nyilvános közösség elöljárójának kihirdetett, észszerű és állandó jellegű rendelkezése a közjavára. Nyilvános közösség. Az Anyaszentegyház megfelel ennek a kritériumnak, hiszen látható tagjai vannak, látható szervezete, és ennek világi feje a római pápa. Aztán ott van elöljárójának. Ez maga Jézus Krisztus, hiszen ő az egyház alapítója. Ő valóban mindjájunk elöljárója. Kihirdetett, vagyis nyilvánosságra hozott. Az üdvözítő három esztendőn keresztül prédikálta, hirdette az evangéliumot. Utána az apostolok folytatták, az evangélisták lejegyezték. Így minden ember számára az evangélium elérhető, mert az az Isten törvénye. Az sincs kizárva, aki nem tud olvasni, hiszen minden szent misében felolvassák az evangéliumot. Észszerű és állandó jellegű rendelkezés, észszerű azért, mert az üdvösségünket szolgálja, ez a végső cél, hogy mindenki üdvözüljön. Senki se vesszen el azok közül, akiket az Atya Krisztusnak adott. És emiatt állandó jellegű is az evangélium, testvérek, nem változik. Mert nem tud változni. És mindez a köz javára, vagyis mindenkinek a javára. Nem csak egy ember akar üdvözülni, és lehetetlen is volna, hogy csupán egy ember üdvözüljön. Mindenki üdvözülni akarna, talán, jó esetben. Minden esetre az Úristen a törvényei adásával biztosítja ehhez a lehetőséget. Biztosítja, hiszen az evangélium más helyén kijelenti, nem megszüntetni jöttem a törvényt, hanem tökéletessé tenni. Itt persze az ószövetségi törvényről beszél az üdvözítő, amit a zsidók úgy hívnak, hogy Tóra. Ezt a törvényt az Úr Jézus nem megszüntetni jön, hiszen ő nem forradalmár, nem akarja a múltat eltörölni, hanem tökéletessé akarja tenni az ószövetség kinyilatkoztatását. Az ő istenfiúi küldetése nem az Ószövetség érvénytelenítése, hanem összekötése az új szövetséggel, a jelennel. Hogy a választott nép számára a törvényben, az ószövetségi törvényben adott isteni kinyilatkoztatás beteljesedjék. Az Ószövetség és az evangélium közti kapcsolatot, a folytonosságot és a többletet pedig példákkal világítja meg az üdvözítő. Jellegzetes kifejezéseket használ, mondták a régieknek, és akkor idézi a törvényt, én pedig mondom nektek, és utána hozzáfűzi a saját mondandóját. Egyetlen példát idézünk, az üdvözítő hatot sorol fel összesen, három elhangzott a tegnapi evangéliumban. Ne őj, ne törj házasságot, és ne esküdj hamisson. Ezt a hármat olvastatta az egyház tegnap. Ma ebből csak egyetlen egyet veszünk, ne őj. Ez az Ószövetségnek a kijelentése, az ötödik parancs. És ez egy nagyon jó parancs. Nagyon jó, mert tiltja az emberölést.
Az üdvözítő azonban tovább megy, mert ismeri az embert, ismeri a bűnbe esett embert, vagyis ismer minket. És nem csak az emberölés tiltja, hanem az emberöléshez elvezető utat is. Ezért mondja, ki haragot táplál szívében embertársával szemben, az méltó az ítéletre. Én pedig mondom nektek, aki haragot táplál szívében embertársával szemben, az méltó az ítéletre. Ez Jézus szava. Ez Jézus szava. És ezzel tiltja az emberöléshez vezető utat. Gyökerében kezeli a problémát. Hiszen, hogy néz ez ki? Először van egy kis unszimpátia. Utána az illető valamit cselekszik, ami lehet, hogy nekem nem a legjobb. Akkor már haragszom is rá. Aztán utána még ugye az ördög, mert ő rá azért mindig szeretünk hallgatni. Akkor jön és azt mondja, hogy nézd csak, ez nem csak izé volt, ez nem véletlen volt, ez kifejezett rossz indulat volt. És akkor utána a haragot elmélyíti a szívünkben. Aztán utána még forgat rajtunk egy párat a gonosz lélek, és már ott van a gyűlölet. Gyűlölet következtében pedig előfordul, hogy az illetőt nem csak gondolatban gyilkoljuk meg, hanem a valóságban is. Nem állítom, hogy így gyilkosok ülnének, de semmilyen emberölés nincs előzmények nélkül, testvérek. Semmilyen sem. Azt meg nagyon jó tudjuk, hogy időnként szavakkal, nyelvvel eredményesebben lehet gyilkolni, mint késsel. Éppen ezért az üdvözítő, az emberöléshez vezető utat tiltja. Tiltja azért, mert törvényt akar adni. Olyan törvényt, amely szolgálja minden ember üdvösségét. Minden embernek lelki jólétét. A lelki jóléthez kérem, hozzá tartoznak azok a földi körülmények is, amelyek elősegítik az üdvösségünket. Azok a szerény javak, melyek szükségesek az életünk fenntartásához. Ha ezeket elveszik, vagy ezek veszélybe kerülnek, akkor mindenünket veszélyeztetve érezzük. Ez is egy kísértés. Mert olyankor az ember azt hiszi, hogy mindennek vége van. Földön futó lett. Kérem, a földön futó ember is részese az Isten gondviselésének. Lehet, hogy kevésbé érzékeli, de azt hiszem sokkal jobban. A földön futó ugyanis képes egy pohár vízér is valóban hálás lenni, és egy tál ételér is valóban hálás lenni, és az Úristennek megköszönni. Ettől mi most nagyon távol állunk. De a Szentírásban van egy rész, Jób könyvének a kezdete. Ahol az Úristen megkérdezi, kit küldjek el, hogy bajt támasszon.
És akkor megjelenik a gonosz szellem, és azt mondja, én majd a hazugság leszek az emberek ajkán. És ezzel elér mindent. Kérem, az a masszív hazudozás, ami jelenleg folyik, az már az égre kiállt. Az a masszív hazudozás, amellyel minden módon egyengetik a háborúnak a szellemét. Mert egyengetik. Idestova már több mint egy éve, de nekem vannak azért még emlékeim, olvasmány élményeim 10 évvel ezelőttről is, már akkor is ugyanezen dolgoztak. És aztán lehet szídni különféle nevű, beosztású, állampolgárságú politikusokat, de nagyjából fölösleges. Amit mi megtehetünk, és meg is kell tennünk, hogy imádkozunk a békéért. Hogy a hazugság szelleme az vereséget szenvedjen. Hogy a békétlenség szelleme az ne uralkodjon. Hogy a boldogságos, szűz, szeplőtelen szíve diadalmaskodjon. A szűzanya viszont egyedül nem fogja megtenni. Az Úr Jézus sem. Mert szükséges az ember közreműködése is. Szükséges a mi közreműködésünk is. Szükséges, hogy minden áldott nap buzgón elimádkozzuk a rózsafűzért. Nem egy tizedet, az is több, mint a semmi mondjuk, de minden nap igyekezzünk elimádkozni a rózsafűzért. És ha van valami szép lelki élményünk, akkor azt bátran osszuk meg a kétkedőkkel, a keresőkkel, és adjunk nekik egy rózsafűzért. És magyarázzuk el, hogy az a 20 szentírási részlet, amit úgy hívunk, hogy a rózsafűzér titkai, az Istenhez emeli a lelket. Utat mutat a sötétségben. Törvényt ad az ember számára. És azt mondják, hogy ezek a törvények nehezek, akkor fordítsuk a fejünket annak a nagygazdának és a cselédjének az esetére, amely a következő. Egy nagygazda udvarost keresett. Olyan valakit, aki majd a házának a környékét, a gazdasági épületeket is beleértve szépen gondozza, akibe meg lehet bízni. Ezért elment a vásárra, gondolta, ott majd fog találni a sok ember között olyat, aki alkalmas erre a feladatra. És akkor látott egy olyan 17-18 éves forma fiatal embert. Elég értelmes tekintete volt, úgy gondolta, ő majd alkalmas lesz erre. És a fiatalember, amikor mondta, hogy akkor őt fölfogadná udvarosnak, mit szól hozzá, fiatalember így válaszolt, én akkor is jól alszom, ha kint vihar van.
Az emberünk nem erre a feleletre számított, kicsit olyan művésziesnek érezte, föltől elrugaszkodottnak, azt gondolta, hogy akkor valami hibázhat ennél az embernél, inkább mégse veszi fel. Aztán ő gyelegett tovább, déltájban megint csak találkoznak, és azt mondja, fiatalember, ön valamit félreérthetett, én önt udvarosnak szeretném fölvenni. És ez a fiatalember megint ugyanazt a választ adta. Én akkor is jól alszom, ha éjjel kint vihar van. Az embernek megint nem tetszett, a válasz ott hagyta. De hát már közeledik az este, udvaros nélkül meg csak nem akar hazamenni, mégiscsak fölfogadja ezt a fiatal embert. Lesz, ami lesz, nagy kár talán nem. És nem telik bele egy hét, bizony megjött az éjszakai vihar. Rettenetes, szaggató erejű szélvész. Az ember rohan ki szokásához híven ellenőrizni. Minden rendben van-e? És nagy meglepetésére az állatok az istálóba rendbe bekötve, az istálóajtó szabályosan becsukva, a bogjákba rakott takarmány pedig úgy megrakva, hogy azt ne tudja könnyen a szél megbontani, és még ponyvával is letakarva, hogy ne tudja elsodorni. És ekkor megértette, hogy miért mondta ez a fiatal ember, ő akkor is jól alszik, ha éjjel kint vihar van. Kedves testvérek, az embereket, bennünket is piszkál az élet vihara. Piszkál a sátán által támasztott hülyeségeknek a sokasága, a kísértések. Ha azonban ezen fiatal emberhez hasonlóan jól intézzük az ügyeinket, vagyis a hétköznapi, a tapasztalati törvényeket figyelembe véve, az egyszerű dolgokat megtéve, a valóságnak a törvényeit, amelyek egyébként az Istennek a törvényei, figyelembe vesszük, akkor ugyanaz történik velünk is, mint ezzel a fiatal emberrel. Jól tudunk aludni. Jó lesz a lelki ismeretünk, akkor is, hogyha a kísértések viharai dühöngenek. Jó lesz a lelki ismeretünk, mert tudjuk, ami rajtunk múlt, azokat az egyszerű, kevés dolgot, azt mi azért 100%-ig megtettük. És ehhez erőt a jó Isten ad, a Szent Lélek ereje megerősít az erősség lelkével, a boldogságos szűz pedig kiesdi azokat a kegyelmeket, amelyekre különösen is szükségünk van. Mindez az Isten törvénye szerint. Kedves testvérek, a béke, a körülöttünk levő béke, az a bensőnknek a gyümölcse. Ahol nincs béke, ott az ördög uralkodik. Ha Mária kezét megfogtuk, ha az Isten törvényét meg akarjuk tartani, akkor a sátán fogja a sátorfáját és megy. Mert Krisztus és szűzanya nagyobb hatalom, mint a gonosz lélek.
ha valóban hozzájuk tartozunk, nincs mitől félnünk. Az odatartozásnak a kezdete pedig ismétlem rózsafüzér imádság. A rózsafüzér imádság, amely belevon Mária anyai palástjának az oltalmába. És akkor nem kell félnünk a politikai rendetlenségtől, nem kell félnünk a hazugság kiteljesedésétől, és leginkább nem kell részt vennünk a hangoztatásában. Teljesen mindegy, hogy melyik politikus mit mond. Aki nem a békéért dolgozik, az a hazugságot táplálja. Mondok egy egyszerű példát. Még amikor kitört a háború a szomszédba, akkor az összes elemző az azt mondta, hogy nincs érdemi információnk egyik oldalról sem, mert mind a kettő masszívan hazudik. Kozmetikázzák a tényeket. Tehát érdemben nem tudták megmondani, és ez így van a mai napig is. Minden nap pofáznak róla valamit, valamit hadoválnak, de érdemben egy se tud mondani semmit. Éppen ezért nem kell nekünk ezzel nagyon foglalkozni. De mivel tudom, hogy sokan foglalkoznak vele, meg van rémhírterjesztés is jócskán, hát ezért kénytelen vagyunk foglalkozni ezzel. Rémhírterjesztőknek nem kell fölülni. A hazugságot nem kell meghallani, nem imádkozzunk a bölcsesség asszonyához, Máriához, a Szentlélek mátkájához. Ő vegyen oltalmába mindnyájunkat. Amen. Testvérek, a szeplőtelenül fogantatott szűz bűnbánatra és a bűnösökért való imádságra intette Szent Bernadettet és rajta keresztül mindnyájunkat. Mint engedelmes gyermekek, forduljunk közös imával mennyei atyánkhoz. A boldogságos szűz közbenjárására tett hatékonnyá Szentatyánknak és püspökeinknek imádságát, munkáját, mellyel a lelkek üdvéért fáradoznak. Segíts, hogy az egyház tagjai a Lourdesban megjelent szűzanya kérése szerint ne csupán kőből épült templomot, hanem a lelkek templomát is építsék törvényeit szerint. Kérünk téged, hallgass meg, engedd, hogy az élő vizek forrása után szomjazva lelkünk betöltődjék mennyei ajándékaiddal, s kegyelmi életed egyre inkább kibontakozzék bennünk. Kérünk téged, hallgass meg, hallgass meg mindazok könyörgését, akik testi-lelki gondjaikban a betegek gyógyítójához és a szomorúak vigasztalójához fordulnak. Kérünk téged, hallgass meg, teljesítsd azok kéréseit is, akik csak lélekben tudnak elzarándokolni a kegyhelyekre, hogy ők is megtapasztalják a boldogságos szűz hathatós anyai pártfogását. Kérünk téged, hallgass meg, föld életünk zarándok útjának végén, engedd, hogy a szentek társaságában dicsőíthessünk téged. Kérünk téged, hallgass meg, mindenható Istenünk, tisztelettel ünnepeljük a boldogságos Szűz Mária emlékezetét, közben járására fogadd el engesztelő cselekedeteinket, hallgass meg imádságainkat, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, fogad jó szívvel hívő néped imádságát és áldozatát, melyet Szűz Máriára, Isten anyjára emlékezve bemutatunk előtted. Hogy neked kedves legyen, nekünk pedig megadja kegyelmet, segítségét, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a emeljük fel szívünket. Emeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. És a boldogságos mindenkor Szűz Máriát tisztelve, téged dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk. Mert ő fogantta egyszülöttedet a Szentlélek által, és szüzességének teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, a mi Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, s imádják az uralkodó szellemek. Az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek az ég erői, s a boldog szeráf kórusok újjongva együtt tisztelik. Ott kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, s alázatos megvallással mondjuk: Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindjárt, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy. Kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindjájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindjájunkat,
aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, Arnold generálisunkkal és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, s mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindjájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyessen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, s add meg teljes egységét. Élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a veletekkel. Engesztelődjenek ki szívből egymással. Aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya.
Mária minden szót megjegyzett, és szívében gyakran elgondolkozott rajtuk. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Thank you.
Könyörögjünk. Örök megváltásodban részesülve kérünk, Istenünk, hogy akik fiad édesanyjának emlékezetét ünnepeljük, bőséges kegyelmedet elnyerjük, s üdvözítő erőd folytonos gyarapodását érezzük Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Egy lelkiíró írta, amilyen erős a hitünk, olyan erős a reményünk. Boldogságos szűzanya Lourdesban is, Fatimában is, és azóta is szüntelen a reménységnek a lehetőségeit kínálja. Használják bátran. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békébe. Istennek legyen hála. Úr angyala köszönti a boldogságot, Szűz Máriát, és ő néhére fogadás, Szent Lélektől Szent Fiát. Üdvözlődj Mária, kegyelem már teljes, az Úrban te veled, áldott a Magyar az asszonyok között, és áldott a te néhedemeni bőröse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlődj Mária, kegyelem már teljes, az Úrban te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te néhedben gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testében, és üdvözlünk lakozik, üdvözlődj Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, kérünk téged, Úr Isten, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által Szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesedésében ismertük, az ő kincsenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségével hitessünk, ugyanazt a mi Úrunk, Jézus Krisztus által. Hogy Uram örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
mindenkinek.